Drágán Tosics Óbecse polgármestere ma ellátogatott abba a három óbecsei utcába, amelyekben nemrég 28,1 millió dinár áfa nélküli értékben felújították az utakat. A Petőfi Sándor, a Május 1 és a Szevergyurkics utcák kaptak új aszfalt réteget. Mi szó szadó radili, novi aszfaltni szlói. Új aszfaltréteget csináltunk, a munkálatok december 7-én kezdődtek, és ahogy mondták, 50 nap alatt kell végezni. Mi alig 10 nap elteltével látogattunk ki ide, és az aszfaltréteg már felkerült az útra. A Petőfi Sándor utcában a felfestéseket is megcsinálták, hamarosan készen lesznek az útpatkák is, és minden határidőre el fog készülni. Amint látják, bizonyos projektek jóval a határidő lejárta előtt befejeződnek. Ez a munka összetettségétől függ. Ahogy többször elmondtam, ha egyedül más hatalmi szintek közreműködése nélkül dolgozunk, nem történik csúszás. Most az időjárás is kedvezett, ami nem mindig van így. A polgármester elmondása szerint az utaknak azokat a részeit újították fel, amelyek a legrosszabb állapotban voltak, és ígérete szerint az önkormányzat ezekben az utcákban, de a község többi részén is folytatni fogja az útfelújításokat. Ennek érdekében a község jövőre egy új köz- és magánvállalkozás keretében szeretné teljesen felújítani az utakat. A most felújított utcák nem lesznek tárgyai ennek a megállapodásnak, kikerülnek a korábbi tervünkből. A mi kötelességünk az, hogy minden óbecsei utcát felújítsunk. Vannak olyan utcák, amelyekre soha még követ sem szóltak, hanem puszta föld. Ilyenek Péter Réve és az Újfelú egyes részei. De mi megígértük a polgároknak, hogy ezt megcsináljuk, és az elkövetkező 3-4 évben minden utcát kiaszfaltozunk. Jövő év márciusában megkezdődik a Danilókis utca felújítása. Ha elkészül, a több közlekedési sávnak köszönhetően ebben a városrészben sokkal könnyebb lesz majd a közlekedés. Már van kész ötlettervünk, elkészült a műszaki tervdokumentáció is, és ezzel pályázunk majd januárban a nagyberuházási igazgatóságnál. Bízunk benne, hogy ez a 60 millió dináros projekt nyerni fog. Felújítjuk a Doszite és a Zöldfás utca közötti teljes részt, de a legforgalmasabb az utca, Zöldfás és Főutca közötti része, ezért itt 4 közlekedési sáv lesz, és 5. egy megállósáv. Mindez közlekedési jelekkel fogjuk jelölni, és nem lesznek a mostanihoz hasonló problémák. A polgármester egyúttal cáfolta azokat a közösségi hálón terjedő híreket, miszerint a Szevergyurkics utca leszűkült volna, miután új aszfaltréteget kapott. Az utca olyan, amilyen volt. Azt hallottam, hogy egyesek szerint szélesebbnek kellene lennie. Ezzel egyetértek, de a szélessége maradt, csak egy aszfaltréteg került rá, nem lett se keskenyebb, se szélesebb. Még az útpatkákat kell megcsinálni. Kérdés, hogy lehet-e egyáltalán ott 2 közlekedési sávot csinálni. Az épületekig az elkövetkező időszakban megcsináljuk majd úgy az utcát, ahogy azt elképzeltük. Szép lesz, de ez most nem volt ennek a projektnek a része. Amit akartunk, azt most meg is csináltuk. Nem szűkítettük le az utat, ez lehetetlen.